Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött Nagy Batonatán. Ez a Globus a Hit Rádion Bogár Lászlóval, közgazdásszal. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, én köszönöm a lehetőséget, és nagy szeretettel üdvözlöm a tisztelt rádió hallgatókat is. A mai adásban pedig Európáról fogunk beszélni, arról, hogy ki lehet Európának a vezetője. Ugye a második világháború így egyértelmű volt, legalábbis abban a két világháború között, hogy Németország volt Európa vezetője. Azóta azonban elég talán akut a kérdés, hogy ki is Európa vezetője. Az Európai Unió három talapzaton nyugvott Anglián, Németországon és Franciaországon. Anglia már elhagyta az Uniót, Németország és Franciaország maradt Németország, gazdaságilag megkérdezhetetlenül az Európa mi kontinens legerősebb hatalma, azonban úgy látszik, hogy politikailag nem igazán képesek a kezükbe venni a gyeplőt. Franciaország katonailag erős, viszont gazdaságilag nem olyan erős. Ki ma Európa vezetője? A kérdés teljesen jogos, a válasz viszont hát nem, szóval nem, nem egyszerű ma választ adni erre a kérdésre, mert mert leginkább annak vagyunk tanúi, hogy ha már a kérdés így hogy ki Európa ura mondjuk, szóval hát nem a maga Európa egészet, tehát hogyha Európa egészét próbáljuk, amit formálisan és intézmi, szervezeti intézményi értelemben nyilván az Európai Unió határoz meg, nem minden Európai Ország tagja ugyan az Európai Uniónak, de az a valami, ami az európai integráció, ahol azért mégiscsak 27 ország van, ez azért a többsége az európai országoknak is, a Anglia kivétel, hogy a meghatározó országok. Tehát mindenféleképpen jogos lenne az a várakozás, hogy Európa karakterét, lelki-erkölcsi szellemi talapzatát, fizikai testét, ami a népesedés, meg egészség, meg persze az anyagi viszonyait, amit ugye leegyszerűsítve, a gazdasági folyamatokként szoktunk kezelni. Egyébként, ha már ezt így végigmondtam, nem árt azt újra és újra végig gondolni, hogy ennek a három létrétegnek talán, tehát az önújra teremtés rétegeinek, tehát a lelki elkölcsi szellemi talapzatnak, a saját az erre közvetlenül ráépülő saját fizikai teste, vagyis a népesedés és egészség, mert hát azért ha nincs népesedés és egészség, akkor értelmszerűen nincs nemzet. a harmadik szett, tehát az a része, ami az anyagi, persze, mert anyagi fizikai testből is vagyunk, amivel ugye a közgazdaságtal foglalkozik, tehát a gazdasági összefüggések, de hogyha az első kettő nem létezik, akkor értelemszerűen ez, ez az utóbbi nem lehet, nem lehet egészséges. Úgy szoktam fogalmazni, hogy nem véletlen a hit és hitel a magyarban is, meg a krédó és a kredit, az azonos gyökre épül, ami arra utal, hogy a világ leganyagibb dolga a pénz, de a világ leganyagibb dolga a világ legszellemibb dolgára, a hitre és a bizalomra épül. Tehát a, a hit és bizalom például a pénzrendszer, meg mindenféle anyagi struktúra alól elfogy, akkor abból csak káosz, tehát rendezetlenség, vagy akár teljes összeomlás lehet. Azt is érdemes ennek kapcsán feleleveníteni, erről többször beszéltünk itt, hogy a, a modern nyugat, a nyugatias modernizáció az elmúlt 5-600 évben, ami egyébként a Európából indult ugyan ki, Nyugat-Európából, de az egész világot nyugatosította. Tehát ma az egész világ nyugatosítva van, ami egy nagyon érdekes helyzetet idéz elő, mert ma van egyfajta egyelőre még meglehetősen low-profile, de mégis mégiscsak érzékelhető globális lázadás a nyugat ellen. Ez a bizonyos BRICS, meg, meg ezek a kísérletek, ahol a nem nyugat igyekszik megfogalmazni magát, de a nem nyugat is nyugatosítva van. Tehát egy furcsa helyzet áll elő, a nyugat ellen az a nem nyugat lázad, ami hát Kína esetében nem csak hogy nyugatosítva van, hanem szuper nyugatosítva van. Tehát, és ha Indiát nézzük, akkor ugyanez. Így van, persze. Tehát ami különösen érdekes, mert itt a világ két leghatalmasabb, tehát népességét tekintve, és nem ma a leghatalmasabbak, hanem az utóbbi három ezer évben mindig ők voltak a legnépesebb, és egyben tulajdonképpen leggazdagabb, legősi civilizációk, vagy nagy kultúrák, ahogy Hanvas Béla fogalmaz, és ez különösen érdekes fejlemény, hogy a a világ két szakrális, nagy, nagy, kultúrája, India és Kína ma szinte egymással is, meg hát a vezető nyugati országokkal is versengenek abban, hogy milyen sikeresen nyugatosodnak, és éppen ezért a nyugat felelősége, tehát a nyugatias modernitás felelőssége, ami akárhogy is van kulturális értelemben, mégiscsak nyugat-európából indult ki, mérhetetlenül nagy, mondhatni tényleg történelmi jelentőségű. Tehát, hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogy hát ki uralja Európát, egyáltalán ugye mit tartja össze ezt a, ezt a sajátos történelmi komplexumot, amit Európának nevezünk, akkor tehát nem állt felidézni, hogy az elmúlt 5-600 évben, bár voltak erre törekvések, de a modern nyugat nem vált egységes birodalmá, a birodalomá. pedig ezzel az erővel válhatott volna, hiszen mondjuk nagyjából területét, meg népességét tekintve, még kisebb is mondjuk Kína vagy. Harmada itt, ja, a népességének. És ezért... Nyugodtan feltételezhetük volna, hogy ez alatt az idő alatt egységes nyugatbirodalom alakul ki, de nem ez történt, hanem versengő nyugati, tehát a vezető nyugati országok egymással versengve. De mégiscsak töltötték az elmúlt évszázadokat, de mégiscsak kialakulni látszik, ezt többször említettük, de érdemes ide visszatérni hogy nagyjából száz évenként mindig van egy kiemelkedő olyan európai ország, amelyik betölti a tulajdonképpen a világbirodalom szerepét, ami a portugálokkal kezdődik, aztán a spanyolok, a hollandok, a franciák, és végül a brit birodalom, ez a leglátványosabb, meg időben is tulajdonképpen ez a legközelebb, a 19. században. És ha már ugye Németországot is említettük értelemszerűen, akkor a németség, amely hihetetlen energiákat mutat meg, mondjuk 1870-től 1920-ig, ez a második német birodalom nem viselte ugyan a második jelzőt, mint ahogy az elsőse, se, ugye az a német-római birodalom volt, 1870 és 1920 között a német ország, vagy a német birodalom, a második német birodalom valami elképesztő szellemi teljesítménnyel is. Tehát a világ minden meghatározó találmánya tudományos technológiai értelemben azt szinte teljes mértékben a német származik. És ugye két világháború között ott volt Albert Einstein, Max Planck, lesz, tehát hogy... Tehát, ö, szóval nem vitatható hogy ez, ez az 50 év, 1870-től 1920-ig, ez abszolút németországi, és ezért joggal gondolja a németség az, hogy hát azért a 19. század végén, már azért inkább hanyatló, előregedő brit birodalom után, akkor a német birodalom lesz a következő világbirodalom. Csak hogy kiderül, hogy időközben már az Amerikai Egyesült Államok, mint nemzetállam talapzatára felépülőben van az újabb világbirodalom. Tehát én tudom, ez egy kicsit szürreális feltevész, de egyre inkább úgy látom, hogy tulajdonképpen a két világháború, ami számos történés szerint valójában egyetlen nagy konfliktus tömeg, 30 éves háború 1914-től 1944-ig, csak közben van egy kis fegyverszünet, hogy az valójában azért, az a konfliktus tömeg azért tölt ki, hogy a világot ténylegesen irányító hatalmi erők világosát tegyik a németség számára, hogy ők nem lehetnek világbirodalom. Ennek az okai valószínű messzere vezetnének, mert hiszen Elég logikus volna a feltételezés, hogyha Portugália meg Hollandia is lehetett, hát nem egész egy évszázad, ők valamivel rövidebb ideig világbirodalom, akkor vajon a németség miért nem? Talán úgy is felfogható, ez még szürreálisabb, de vagy talán furcsán is hangzik, hogy a, a nulladik világháború, ez volt a 30 éves háború 1618 és 48 között, ami egyébként körülbelül ugyanolyan pusztító volt az akkori Európára, mint a 20. század két világháború együttvéve. A, a németség szempontjából még pusztítóbb. németség pusztítóbb. Iszonyatos. Tehát hogy voltak olyan területek, amelyek szinte teljesen kihaltak, mint a népesség 80 a elpusztult, és alapvetően a haszintér a valóban az első német birodalom volt. Tehát a nulladik világháború elpusztítja az első német birodalmat, az első világháború elpusztítja a második német birodalmat, ez a 1870 és 20 között létező rendkívül sikeres konstrukció. A második világháború elpusztítja a harmadik birodalmat, ez az egyetlen, amelyik viselte is ezt a sorszám nevet, és tulajdonképpen most, tudom, ez így durván hangzik, a most zajló furcsa, vagy felépülni látszó, sajnos furcsa harmadik világháború, meg egyelőre legalábbis drámai módon meggyengíti azt a negyedik német birodalmat, amit mondjuk az 1945 után létrejövő. Mert miért ne tekinthetnénk? Attól, hogy nem, visze, nem viseli, a sorszám nevet, ezt egyedül a harmadik birodalom viselte, tekinthetnénk negyedik e, Német Birodalomnak. Tehát az egyik döntő fontosságú kérdés... Ez a negyedik né Német Birodalom, ez Németország, vagy ez az Európai e, Unió? Igazából Ö, ö, először is ugye a németség, noha Ausztria és Svájc ö, hát nem tartozik formálisan Németországhoz, de azért van egy egységes kulturális talapzata, vagy legalábbis eddig volt, most bizonyos értelemben ez is széthullóban van, ami nagyon érdekes fejlemény, ö, és, ö, és ha már megelőlegeztem munkahipotézisként az, hogy ö, hogy minden a lelki erkölcsi-szellemi talapzatra épül, a németség esetében elég súlyos ö, és drámai problémák merülnek fel a lelki erkölcsi-szellemi talapzatban. Tehát mindaz, ami a németséget évszázadokon keresztül jellemezte, a sok szempontból ö, széthullóban van, és ezt én úgy általában Európá egészére nézve, is meghatározónak tartom. Az a, az a mély válság, amelyben ma Európa egészen van, tehát az, a, ami van széthull darabokra, hogy a költő mondja, az, annak az alapvető okai lelki, erkölcsi, szellemi természetűek, és mivel az elmúlt mondjuk 150 évben, tehát 1860-as, 70-es évektől kezdve Németországnak meghatározó szerepe. A második, harmadik és a negyedik német birodalomnak hatalmi szempontból meghatározó szerepe van Európában. Ha a Németország, a németség meggyengül, akkor majd visszatérnék arra az egyébként jogos kérdésre, hogy hogy kapcsolódik össze az Európai Unió, mint kvázi birodalom, vagy birodalom, egységes birodalmi kísérlet, mondjuk Nagykároly, nyilván Maastricht, meg Aachen, ugye azért játszik szimbolikusan is döntő szerepet az európai integráció történetében is, mert ezzel nem is nagyon titkolva arra utalnak vissza, hogy Nagykároly birodalma, ami tulajdonképpen a nyugat-római birodalom rekonstruálásának kísérlete volt, valami hasonlóra törekszik igazából az európai integráció is. Sőt, érdekes egyébként, hogy a, néztem az interneten ilyen Európai Uniós ifjúsági díjat, és azt úgy hívják, hogy Nagy Károly díj. Ö, Tehát, hogy... Igen, és ab, nincsen ebben, se, hiszen végül is a keresztény szakralitás eh, első igazán sikeres kísérlete az valahol ott a 800-as, 708, ugye a nyugatrómai birodalom bukása után, hát nagyon kemény, mondjuk két évszázad következik, és úgy 700-800 tájéken, és Nagy Károlnak ebben meghatározó szerepe van létrejön az első szép reményű kísérlet egy szakrális újra szerveződésére annak, ami az oxidens, ahogy annak idején említették, de visszatérve a németség problémájára, ha az elmúlt 150 évben, ha a németséggel valami nagy dráma történik, tehát a meggyengül, és mostanában egyértelműen ennek vagyunk tanúi, akkor az az megbontja az egész európai hatalmi egyensúlyt. Tehát amire most választ kellene adnunk, az az, és hát itt van egy másik kényes mozzanat, hogy az első, a második, és a, hát a most zajló furcsa harmadik világháborúban, ráadásul mind a háromra jellemző az, hogy a németség és a, vagy a a német birodalom és az orosz birodalom közötti kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködési rendszer megbomlik, ellen, halálos ellenségeké válnak, holott, holott számos alkalommal kiderült, hogy komplementerei egymásnak. Ott van 1870-től egyértelműen az elképesztő erejű német technológia és tudás, és ott van Oroszország, a maga... Végtelen, hát akkor aztán különösen végtelennek látszó a 19. század, 20. század fordulóján, energi energiahordozóival, nyersanyagaival, és tulajdonképpen munka, hatalmas munkaerő tartalékával tehát, Tehát mondhatnánk erre, hogy ha van komplementer történelmi együttműködési lehetőség, az pont a német és az orosz birodalom között alakul ki. Nem véletlen, hogy Moszkva egyik meghatározó negyede, az árbát, az a német árbát szóból ered, tehát az oroszok számára a munka, a munkás, a tőke és a tőkés az eleve buchgáltjeréje, így hívják például a szert oroszul, ami a buchhalter, tehát a könyvelés a német elnevezése. Tehát ebből is látszik, hogy, hogy a nyugatias modernitás Oroszországban a németséggel való együttműködésre épül, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mindegyik korszak azt látszik bizonyítani, hogy ez egy szerencsés összekapcsolódás, csak van egy kis probléma, és ez a kis probléma az, hogy az amerikai birodalom számára ez és amikor Kína is csatlakozik ehhez az Eurázsiai Együttműködési Rendszerhez, az az amerikai birodalom számára egyértelmű fenyegetést jelent, hiszen leértékelődik az amerikai birodalom globális hatalmi szerepe, hogyha ez az együttműködés létrejön. Tehát nem tudok szabadulni, ez már összeesküvéssel, mert persze, de nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy az amerikai birodalom összességében azért inkább meggyengülőben lévő amerikai birodalomnak igenis stratégiai érdeke az, hogy szembeállítsa, tehát hogy megtörje ezt az elmúlt húsz évben, meg is törte, ami most történik, tehát a ukrán-orosz háborúnak látszó Konfliktushalmaz mögött valójában ilyen globális stratégiai érdekek is meghúzódhatnak. Nem állítom, hogy csak ez létezik, de, de meghatározó lehet az az amerikai birodalmi érdek, hogy megakadályozza a német birodalom által irányított Európa, Oroszország és Kína eurázsiai együttműködési rendszerét. A gázvezeték felrobbantódása maradjunk ennél, mert ugye mindmány tisztázatlan, hogy milyen erős sejtéseink lehetnek, de ugye nincs kiderítve, hogy, hogy akkor kirobbantotta fel ezt a gázvezetéket, ami ugye szimbóluma is volt az orosz német együttműködésnek az egyúttal azt is jelzi szimbolikus módon, hogy kétségtelen szétroncsolódott az a szépreményű kísérlet, ami 20-25 éven keresztül, tehát a tulajdonképpen már a 80 es évek végétől a 90-es évek, meg azt követő mondjuk egy évtizedben, 2014-ig nyugodtan mondhatjuk, a kölcsönös előnyökre épülő német-orosz együttműködés volt valójában egész Európa motorja, ami Németország szerepét is mindenféle társadalmi, gazdasági, politikai, technológiai értelemben emelte. Ez látványosan széthullott, munkahipotézisként én magam számára, Elfogadhatónak tartom, hogy emögött alapvetően nem gonoszságból, hanem azért, mert ez a stratégia érdeke, amerikai birodalmi érdekek húzódnak meg. A németség, illetve a német-orosz együttműködés meggyengülése, sőt, jó, nincs közvetlen konfliktus most, hál' Istennek, reméljük, talán nem is lesz Németország és Oroszország között, de a II. világháború óta a legrosszabb a német-orosz viszony, és ez láthatólag mindkét ország számára pusztító következményekkel jár. Vannak azért német szereplők, hát leginkább mondjuk. Schröder volt kancellár, aki azért el, elég egyértelműen el is beszéli ezt a történetet, de térjünk vissza az ön eredeti kérdéséhez, hogy akkor most mi történik Európával. Én egyre inkább úgy látom, hogy Európa hatalmi értelemben a következő évtizedben, mondhatni függetlenül, hát azért nem egészen függetlenül, az ukrán-orosz háború kimeneteléről, amiről egyelőre semmit nem tudunk. Nyilván az amerikai elnök választás, Trump esetleges győzelme nagy valószínűséggel fordulatot hozhat, nem feltétlenül olyat, mint amit állít, hogy ő 24 órán belül megoldja ezt a konfliktust, de azért hozhat fordulatot ebben, Ez, erről ma még lényegében szinte semmit nem tudunk nekem. Az az érzésem, hogy ha nem Trump győzne, hanem Harris asszony, akkor is változna az amerikai birodalmi álláspont ebben a kérdésben. Nem tud nem változni, mert valami új karaktert kell adni Európának. Ebből persze az is kiderül, hogy Európa nem a maga ura. Tehát továbbra is az amerikai birodalmi stratégiai érdekek határozzák meg az elmúlt néhány év, tehát az Amikor az amerikai befolyás csökkenésével, tehát az, az Egyesült Államok a globális tortából egyre kisebb szertet hasít ki, ez, ennek a következménye lehet az, hogy Európa egy idő után a talpra tud állni? Hát legalábbis az, hogy Európa, és ha Európáról beszélünk, az egyértelműen az Európai Unió volna, hiszen ha, ha aktort keresünk, ugye Kissingernek volt ez a cinikus, de találó mondata, hogy ha fel, beszélni akarok Európával, nem tudom, hogy kit hívjak, hát ugye az Európai Unió most szándékosan az, azért van ugye kül, külügyi né, né, majdnem azt mondtam, né, biztos, igen, jó szóval. Jó, de nyilván, tehát persze, tehát funkcionálisan meg kell tudni testesíteni Európát, hogy hu, 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 most ugye ezt Nuland hogy a who the fuck is Európa, szóval, tehát, hogy valóban, valóban kell, kell, hogy legyen valami aktora. A probléma az, hogy az Európai Unió meghatározó uralmi struktúrái láthatólag, hát hogy is mondjam csak, nem, nem, Európa stratégia érdekeit képviselik, sőt a liberális demokrácia nevében mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne lehessen nyílt vita szinte semmilyen kérdésben. Tehát itt egyértelműen egy diktátum van, és ez a diktátum, most például Macron elnök, ugye friss hír, így fogalmazott egy ilyen nemzetközi fórumon, hogy ha ez így megy tovább, az Európai Unió két-három éven belül széthullik. Ami akár igaz is lehet, de ennek a legfőbb oka pontosan az, hogy Európa meghatározó hatalmi tényezői, ebben nyilván a francia és német vezetésnek döntő uralmi csoportoknak döntő szerepe van, nem hajlandó kinyitni azt a beszédteret, ahol a dolgokat néven lehetne nevezni. Tehát minden túlzás nélkül én úgy érzem, hogy egy véleményterror van van ma. Tehát tehát az, hogy az, tehát Orbán Viktor eleve. Tehát nem az a probléma, hogy viták vannak, az teljesen természetes, hanem hogy eleve ez a, mint a kiközösítés, tehát ilyen exkommunikációs jelleggel, aki nem igazodik, ez egy elég vicces összefüggés, hogy a liberális demokrácia arról ismerszik meg, hogy szemben azzal, amit állít, hogy ő abszolút toleráns, hát abszolút toleráns, ha mindenki ugyanazt mondja, mint ő. Abban a pillanatban, amint árnyalattal is eltér valaki attól, vagy egyáltalán vitát merészel nyitni nagyon kényes kérdésekben, akkor azonnal kiderül az intoleranciája, és azonnal, ezt a régen a szocializmusról úgy mondták, hogy administratív eszközökkel, vagyis magyarázolva a jogot bűn, büntető fegyverként használva lép fel. És először is ezen kellene változtatni, ráadásul Mindhárom meghatározó országban, jó, Anglia már nem, meg ez a farásféle kísérlet ott azért nagyon szellemes és humoros, de szóval azért nem, mondjuk nem olyan, mint Löppen asszony Franciaországban, vagy az AFD Németországban, de Franciaországban és Németországban, tehát a két meghatározó országban, Löpen pártja, meg a, ugye az AFD, Növekvő népszerűsége, vagy, vagy igen, meghatározó szerepe a, a politikai uralmi folyamatokban elég egyértelműen jelzi, hogy a német és francia társadalom többsége az alapvető kérdésekben elégedetlen az establishment, mint ahogy Amerikában is természetesen. Tehát Trump esetleges sikere jelentős mértékben, nem egyszerűen annak tulajdonítható, hogy akkor a demokrata meg a republikánus párt között döntenek, hanem hogy a, az amerikai választók többsége az egész politikai establishment el, és ez, ez Németországra meg Franciaországra is igaz, elégedetlen, csak ugye ahogy elegánsan szokták mondani, nem tudja kellőképpen artikulálni ezt a törekvését. Európa tehát uralmi értelemben éppen ezért széthullóban van. Ha Németország meggyengül, akkor szinte teljesen automatikus, hogy ez a franciák számára valamiféle fel... Ugye ez egy ősi konfliktus a német a német és a, a mindenkori német és francia birodalmak között. Ez francia ország számára bármit is állítanak a franciák, ez jó hír, ha meggyengülőben vannak a németek, mert ez számukra valamiféle, és ez Macron elnök néhányszor különböző harcias nyilatkozataiban világossá is tette. A másik ország, amelynek ez a lehető legjobb hír, az Lengyelország. És ha ráadásul a lengyelek számára, ha ezzel egy időben az orosz birodalom is meggyengül, na az ö, teli találat, tehát bizonyos értelembe véve ez a négy... Ö, Ország egyúttal megtestesíti Európa széthullásának, fragmentálódásának négy fragmentjét, akkor, ha már így fogalmazunk. Tehát ugye Franciaország, aki automatikusan megerősödve érzi magát attól, hogy a németség meggyengül, és úgy érzi, hogy akkor innentől kezdve a vezető szerepet értelemszerűen neki kell a globális szintéren Európát, neki kell megjeleníteni. De nem van egyébként hozzá hozzá Lengyelországon a képessége, mert oké, okay, persze egy jelentős középhatalom, de mondjuk nincs az a történelmi vezetői módja, mint Németországnak, Ez nincs akkor a népessége, nincs akkor a ipara, persze. mint Németországnak. Így, így van, én, én is túldimenzionáltnak érzem, az ö, érzelmileg, indulatilag érthető, hogy a lengyelek számára az valóban történelmi telita hogyha a németség és a, az orosság és ahogy ez kinéz tartósan, tehát részben el vannak egymástól szakítva, tehát a kölcsönös előnyökre épül együttműködés, ami halkan teszem hozzá azért Lengyelországra, számára sem előnytelen. Tehát, ha az oroszok és a németek jóban vannak, és kölcsönös előnyökön nyugvó, hosszú távú együttműködést folytatnak, az valójában Lengyelország számára is előnyös volna. De most történelmileg azért annak vagyunk tanúi, hogy érzelmileg és indulatilag a lengyelség számára ez valami hihetetlen történelmi reménykedést épít fel, és azért van még egy nagyon fontos mozzanat, az ukrán-orosz háború a kimenetelét nem ismerjük természetesen, de én a legvalószínűbbnek azt tartom, hogy Ukrajna abban a formájában, ahogy mondjuk eze, vagy 2014 előtt létezett, meg pláne ezek, vagy 2022 között létezett, olyan formájában sose fog visszatérni a szintérre. Erről, erről ma keve. Szóval ma 53 millió volt a csúcson Ukrajna népessége, ma 23 millió a jelenlévő népesség. Háromszor annyia halnak meg minden évben, mint amennyien Születnek, tehát az a valami, ami Ukrajna, bizony, tudom, ezt nagyon illetlen dolog ma még kimondani, valószínű, nem fog önálló ország maradni. És nem azért, mert az oroszok el akarnák foglalni, ez egy teljesen alaptalan feltételezés az oroszok. Egyébként egyáltalán nem akarták volna Ukrajnát elfoglalni, csak csak annyi szerettek volna elérni, hogy Ukrajna ne legyen egy velük mindenféle szempontból ellenséges ország. Tehát arra szerettek volna egy átfogó, nemzetközi biztonsági rendszer létrehozni, csak hát meglehető, süket fülekre talált ez a, ez a, a törekvésük. Tehát, hogyha az amerikai birodalom kiszáll ebből a háborúból, már pedig ha Trump lesz az elnök, akkor nagy valószínűséggel az ukrán-orosz konfliktusból is kiszáll, ami azt jelenti, hogy Ukrajna összeomlik, ez teljesen természetes, de nagy valószínűséggel EU az euróbizniszből is kiszáll. Azért, mert mivel úgy értelmezik, hogy úgy is széthullott már a európa Oroszország, kína Eurázsia együttműködése, és mindentől kezdve a fő ellenségre Kínára, ez csak az én feltételezésem, a fő ellenségre Kínára fog. Ha ez így történik, akkor ha Európa uralmi rétegei nem nem Mennek át egy ilyen revelatív szellemi változáson, ahol rájönnek arra, hogy bizony azért az elmúlt években az amerikai birodalom vazallusaként viselkedtek, és nem kísérletesen tettek az önálló európai stratégiai érdekek megfogalmazására. Ha Európa viszont tovább, Amerika kiszáll ebből, és Európa továbbra is az orosz, orosz birodalommal ellenséges módon, ingyen folytatja az amerikai birodalom háborúját Ukrajnába, akkor Európa széthullik. És a, a fragmentáció valahogy így megy végbe, hogy teljesen külön utat járnak a franciák, ma még nem tudjuk, hogy miért. Egy egészen külön pályán halad az így meggyengülőben, folyamatosan. Ha ez történik, a folyamatosan meggyengülőben lévő németség, és ebben önnek ugyan igaza van, hogy Lengyelország első látásra nem lehet önálló hatalmi tényező, vagy legalábbis nem mérhető a németekhez és a franciákhoz. De ha figyelembe vesszük, hogy azért létezett már egy hatalmas birodalom, egy lengyel-litván-ukrán uni és lengyel dominanciával, tehát vannak történelmi előképei annak, hogy a Baltikumtól a Balkánig, mert láthatólag Románia is szívesen csatlakozna egy ilyen hatalmi konglomerációhoz, akkor azért már egy kicsit más a helyzet, mert az már egy közel akár százmilliós töm is lehet a Tehát akkor lehet az a célja, hogy mondjuk kelet vagy nyugat-ukrajnát valahogyan megszerezze vele a e, háborúban? Igen, én egyre inkább úgy látom, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor bekebelezi. Csak befolyás az Így van, tehát egy lengyel dominanciára épülő, a Baltikumtól a balkáni tartó, tulajdonképpen akár a németséggel és a francia, tehát a német és a francia birodalommal léptékét tekintve, tehát uralmi befolyását tekintve, Azonos, azonos szinten lévő. Lengyelország egyedül önmagában ugyan nem, de ha uralja ezt a térséget is, valóban ő a meghatározó társadalmi, gazdasági, politikai, stratégiai értelemben, és ráadásul egy tartósan ellenséges viszony Európa egészének is, különösen ennek a lengyel-dominált dominá térségnek, tartósan ellenséges viszonya, vagy, vagy tehát tartósan fennáll az orosz, az orosz birodalommal való ellenséges viszonya, és akkor valamiféle kordonszanitárként is, tehát még, még valami étosz is lesz, hogy mi védjük meg Európa többi részét a, az orosz befolyástól. Ez ma egy szürreális víziónak látszik, de sajnos nem lehetetlen, és ez a maradék közép-Európa tulajdonképpen a. a osztrák-magyar monarchia, tehát ugye Ausztria, Magyarország, Csehország és Szlovákia, Horvátország, tehát ezeknek nem csak, hogy nem jó hír, hanem kifejezetten rossz hír, mert ezek az országok viszont valójában abban lennének érdekeltek, nagyon érdekes ez, hogy mennyire fejeteteire álltak a folyamatok, finlandizációnak nevezték el, azt a kiváló ö, ö, státuszt, amit ez, ez a köztes Európa, amíg a kelet-nyugat hidegháború, stb. Ausztria is tulajdonképpen egy ilyen finlandizált ország volt, akik társadalmi, gazdasági, politikai értelemben hihetetlenül sokat profitáltak abból, hogy ők kellemesen Kedvesen, semleges állát. Tehát, hogy közvetítő anyagilag sem volt rossz üzlete sem a fineknek, sem az osztrákoknak. És érdekes módon, és ez nagy dráma Európa szellemi hanyatlásának egyik fontos eleme, hogy az a Finország, akiről ez a finlandizáció el lett nevezve, szóval, hogy mennyire kedvező ez a szerep, az a Finország önként és brutálisan feladja ezt a nagyon kedvező állapotot, és létrehoz valamit, ami történelmileg biztos, hogy sokkal rosszabb Finnország stratégiai érdekei szempontjából, mint az az előző változat. Számomra ez szimbolikusan jelzi azt, hogy van valami szellemi megzakkanás, nem tudom másképpen mondani, egész Európában. Tehát így most már a beszélgetés végére érve csak azt tudnám újra hangsúlyozni, hogy ebből hogy ebből a széthullásból, tehát ebből a fragmentálódásból, amit itt próbáltam felvázolni, ne következzen be Európa még az eddiginél is tartósabb és mélyebb visszaesése, sőt, akár szabadesésben való társadalmi, gazdasági, kulturális, politikai széthullása, ahhoz bizony, akárhogy is nézzük, lelki, erkölcsi, szellemi értelemben. Ezzel kezdtük a beszélgetést, és azt hiszem befejezni se nagyon lehet. Az emberi társadalmak folyamatait mindig is a lelki, erkölcsi, szellemi talapzat határozta meg. Tehát Európának ma át kell esni, ez egy nagyon drámai folyamat lesz, és akárhogy is nézzük, ebben valószínű a magyarságnak, mert azért akárhogy is nézzük ezekről a kérdésekről, lehet sok mindent állítani a magyar média viszonyokról és egyebekről, de maga a diskurzus, mi is, mi is, például az, hogy szabadon beszélgethetünk ezekről a kérdésekről, és itt még azért a liberális demokrácia nevében nem ítéltetik el legalábbis erkölcsileg senki azért, mert más az álláspontja ezekben a kérdésekben. Reménykedjünk benne, hogy ezek a folyamatok azért Európa egészében, és az európai választók is, meg ha megnézzük a különböző politikai viták kommentjeit, akkor azért a kommentekből kiderül, hogy a vélemény klíma, szokták mondani, Európa népességében pontosan arra felé mutat, amiről mi is beszélgetünk, hogy néven kell, nem -e ugye Bibó István mondja, eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem című művében, nyugodtan be, helyettesíthetnénk, hogy eltorzult európai alkot, zsákútszás európai történelem, mert most pontosan ennek vagyunk tanúi, és hogy Bibó István befejezésül sokszor idéztem ezt a mondatot, hogy ha egy emberi közösség a hazugságok olyan zsákutcájába beleszorul, ahol a dolgokat nevükön nevezni nem lehet és nem is szabad, akkor ez előbb-utóbb elkerülhetetlenül vezet az adott emberi közösség általános értelmi és erkölcsi lezülléséhez. És ebben Bibónak mélységesen igaza van. Ma Európában akármilyen jó indulatúan is közelítjük meg, ennek az értelmi és erkölcsi széthullásnak vagy a tanúi, de nem ítéltetett Európa feltétlenül arra, hogy ennek a teljes szétesésig kellene tartani. Mindig van lehetőség ebből a zsákutcából, ahogyan Bibó fogalmaz, amelyik értelmi és erkölcsi lezüléshez vezet, ebből a zsákutcából való visszatéréshez. Azt sajnos nem tudom megmondani, és gyanítom, nem vagyok egyedül, hogy vajon mi lesz a konkrét forgatókönyve ennek a visszafordulásnak, de nem tehetünk egyebet, mint hogy reménykedünk abban, hogy van esélye, lehetősége egy ilyen visszafordulásnak, és amennyire lehetséges, próbálunk ezért cselekedni. És itt megint ez nem a Vörös Farok, és szeretném megnyugtatni a tisztelt rádió hallgatókat, hogy nem a Hitrádió bízott meg azzal, hogy ezt a dicséretet ennek a beszélgetésnek a végén is elmondja, de tényleg hihetetlen jelentősége van annak a missziónak, tehát annak a küldetésnek, amit a Hitrádió teljesít, mert valóban a szó legnemesebb értelmében a liberális demokrácia már mindenféleképpen szabályai tehát tehát itt komolyan veszik a liberális demokráciát, és esélyt adnak arra, sőt, éppen ezt tartják a média legfontosabb feladatának, hogy lehetőséget adjon az a, arra, hogy ha semmiben nem is értünk egyet, de figyelmesen meghallgassuk egymást, mert ez az egyetlen lehetőség arra a bizonyos szellemi visszafordulásra, ami egész Európára legalábbis reményeink szerint vár. Nagyon szépen köszönjük a dicséretet. Valóban az a célja a Hitrádiónak, hogy egy független médiaként mindenkit megszólítsunk, hiszen szerintünk ez a médiának a lényege, hogy mindenki szóhoz jusson. Magár, ez volna. Ez igen. volna, így van, talán így a leghelyesebb. Bogár László, nagyon szépen köszönjük, igen. hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget.